Séta a városban, komoly zenei koncert, különleges relikviák és tárlatvezetés vár mindenkit városunk múzeumaiban a hétvégén. Szeptember 17-én és 18-án rendezik meg országszerte, így Mezőkövesden is a Kulturális Örökség napjainak programjait. A Matyó Múzeumban szeptember 18-án 10 órától 17 óráig hímző és kézműves foglalkozással várják a gyerekeket, majd 16 órától a múzeum elől indulva multidéző sétát tehetünk a belvárosban. Ezt követően 17 órától Ezerarcú Kórus címmel a Szent László Gála Kórus ad majd koncertet az intézmény Dala József termében. A Takács István gyűjteményben mindkét nap két óránként tárlatvezetést tartanak, amely során a látogatók bejárják az épületet a pincétől a padlásig, és betekinthetnek az életmű éppen restaurálás alatt álló műtárgyaiba, valamint a vendégeknek lehetőségük lesz megnézni a leltárban, raktárban lévő, a nagyközönség számára eddig be nem mutatott különleges alkotásokat, emlékeket. A Hajdú Ráfis János mezőgazdasági gépmúzeumban pedig az állandó kiállítás mellett a lakóház nélküli gazdasági udvar ólaskert emlékét őrző istállóval, a paraszti és uradalmi gazdálkodásban használt munkaeszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók. Városaink múzeumai mindkét nap díjmentesen látogathatóak 9-től 17 óráig.